Szinte napra pontosan egy évvel ezelőtt egyszer már ellepték a Kölcsei Televízió épületét általános iskolások. A vasmegyeri gyerekeket akkor György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára is elkísérte, aki a Tanítsunk Magyarországért egyik alapítója. A politikus akkor azt mondta, a kistelepüléseken élő gyermekek egy-egy ilyen látogatás során élményekkel gazdagodnak és hasznos tapasztalatokat szereznek. A Kölcsei Televízió is csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért program vállalati mentorprogramjához. Nagyon fontos, hogy ezek a gyerekek, 7-es, 8-os általános iskolások a tehetségüknek megfelelően megismerjék a munka lehetőségeket, vagy legalábbis megismerjék azt, hogy az egyes hivatásoknak vagy szakmáknak mi a csinja, binja, mi a rejtelme, és ez csak gyakorlatban, csak üzemi hőfokon, munka közben lehet megismerni. És nagyon-nagyon örülök annak, hogy nem csak egy gyárba, egy termelőüzembe tudnak ellátogatni a gyerekek, hanem egy ilyen szolgáltató helyre is, mint egy televízió, és be tudnak tekinteni a kulisszák mögé. A program pedig idén is folytatódott, ezúttal a Sényői Általános Iskolából érkeztek diákok a Kölcsei TV-hez. A tanulók a televíziózás szakmai részleteibe, a stúdió munkába és a hírolvasásba is betekintést nyerhettek. Mi teljesen más szemszögben látom, úgyhogy beleláthattam az egészbe. Nagyon tetszett, és hát kicsit elgondolkodható, hogy gondolkozom ezen a riporteri szakmán. A Tanítsunk Magyarországért program Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kisdiákjait a Nyíregyházi Egyetem hallgatói mentorálják. Az ő feladatuk, hogy folyamatosan tartsák a kapcsolatot a tanulókkal, segítsék őket a tanulásban, a pályaválasztásban és az élményszerzésben. Szeretnénk megmutatni a gyerekeknek, hogy nem csak egy-két munkát ismerhetnek meg, ezért vagyunk mi, például ez a mai nap is, hogy itt a tévében is megismerkedhettek azokkal a feladatokkal, amiket például nem hétköznapiak, és nem minden nap látnak. Ez az egyik feladata a mentoroknak. Emellett persze segítünk a gyerekeknek az iskolai munkák elkészítésében, a tanulásban, és bármiféle hétköznapi problémájuk adódik, azt is próbálunk nekik segítséget nyújtani. A Sényői iskola 3 éve csatlakozott a Tanítsunk Magyarországért programhoz. Mint azt az intézmény vezetője elmondta, azóta már számos emlékezetes helyre ellátogattak tanulóik, a mentorok pedig igazi bizalmi kapcsolatot alakítottak ki velük. Gyakorlatilag heti rendszerességgel látogatják a gyerekeket, tanulmányi munkájukat segítik, és olyan különleges helyekre juthattak el a gyerekeink, mint például az önök stúdiója, vagy akár a nyíregyházi repülőtér, de említhetném a budapesti országházat is, ahova szintén mentorok segítségével jutottak el a gyerekeink. Én azt gondolom, hogy ez a mai nap egy olyan különleges élmény lesz tanulóink számára, ugye most novemberben, októberben nagyon fontos a pályaválasztás. Szerintem lesz egy-két gyerek, aki elgondolkodik azon, hogy szívesen ülne a kamera másik oldalán, vagy állna a kamera másik oldalán. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által 2019-ben elindított Tanítsunk Magyarországért programban már több mint 5000 általános iskolás diák és egyetemista mentor vett részt. A Nyíregyházi Egyetem hallgatói a kezdetektől segítik a megye fiataljait.